vagyok, hogy 400 kilométeres eljöttek vezetőink, és más megyéből is egy-egy vezető itt van és képviseli a települést és a megyét. Nagyon-nagyon köszönöm nektek, ez nekem egy fontos nap és nektek is. Mert ez a nap, ez egy, én azt gondolom, hogy emlékezetes lesz pozitív értelemben, és azt én hadd mondjam el, hogy itt fotók is készülnek, és egy könyvet szeretnék majd kiadni rövidesen, abban természetesen erről a napról is lesz írva bőven, ez a 10. évforduló azért fontos számunkra. Tehát visszamenőleg csak tömören mondanám, mert mint mondtam, hosszasan beszélhetnék, de ezt most nem teszem, csak röviden annyit, hogy 2004-ben alakultunk, ezt nagyon sokan tudjátok, de aki nem tudja, akkor neki is tájékoztatásként mondanám. Valóban 67 taggal, ahogy a kedves Hajnal említette, és ugye ez most már 16 000 tagot számlál. Ez is azt gondolom, hogy úgy magáért beszél, mert ugyanis, ha azt mondom az embereknek, hogy gyertek, dolgozunk együtt, sokan fölvetik azt a kérdést, hogy és mennyi az a fizetés, amit kapunk, és én azt mondom, hogy az nagyon sok. Az nulla. És akkor csak néznek rám, és azt mondják, hogy elmondom a történetet, hogy elnök úr, ez őszinte. Köszönöm szépen, ez őszinte beszéd volt. Nem ígérget, nem ígérgetünk, és a mi vezetőink ilyenek, és büszke is vagyok rátok, kedves barátaim, hölgyek és urak. Igenis, ezt mondtam nektek, és ugyanúgy betartjátok, és jól teszitek, nem ígérgethetünk, mert ugyanis akkor visszafelé süllyed az a bizonyos puska, és idézőjelben magyarul utána ugye követelőzhetnek jogosan azok a helyi lakosok, hogy igenis ezt ígértett kedveségették el. Tehát 2004-ben megalakultunk, és úgy adta az úr, hogy már akkor, amikor 2 hónaposok voltunk, meghirdettem jó magam a rasszizmus ellen, a gyűlölet ellen, a náci eszme ellen azt a tüntetést, ami megtörtént 2004. októberében, amihez a mazsihisz valójában kapcsolódott, azaz ezt kötösen együtt tettük, és azt gondolom, hogy figyelemre méltó az is, barátaim, hogy ott több mint 20 000 ember volt kint a Hősök terén, ott dr. Dax Ferenc volt, aki nagyon becsülök, aki beszédet mondott, és én voltam az a másik óriási szerencsés, és köszönöm az úrnak, hogy ezt megadhatta, hogy én szólhattam akkor a több mint 20 000 emberhez, de szólhattam több 100 millió emberhez is, mert nemzetközi média is jelen volt. Tehát akkor már úgy indultunk, hogy igenis, mi békét akarunk, igenis, mi nem akarjuk az ellentétet. Igenis, Magyarországon van jobb baloldali, szélső jobb, nem akarjuk azt, hogy végképtelenség legyen. Legalábbis én azt gondolom, az igaz szívű emberek nem akarják. Politikába természetesen ezen a napon sem megyünk bele, mert ez nem annak a helye. Ezt ne is várja senki, és kérek mindenkit, hogy erről ne is beszéljünk most, mert ez most egy ünnep számunkra, kedves barátok. Halleluja! Tehát, folytatnám még a sort. Akkor ez egy óriási nap volt, a könyv, ami akkor megjelent, ebben is benne van fotókkal illusztrálva az a nap. És utána jött az a számtalan, sok-sok munka. Valóban az én feleségemnek itt is hagy köszönjem meg azt a toleranciát, és a gyerekeimnek, engedjétek meg, mert az az igazság, hogy sokat vagyok távol. És az én feleségem, aki fiatal asszony, aki itt van, és a gyermekeim is itt vannak, a 3 éves kisfiam is eljött, mert kíváncsi volt, hogy miről is beszél apuka, meg a többi vezetőség. Úgyhogy itt vannak, és én nagyon köszönöm neki is azt a toleranciát, amit az utóbbi években most már megértett, mert az első években nem tudta annyira befogadni, azt gondolom minden asszony életében szerintem ez történt volna, hogy Vince, kedves férjem, hát te annyit mész. És most hogy is van ez? És megértette, hogy ez az a küldetés, ez fontos, mert áldás akkor lesz a mi családunkon is, a gyerekeimen is, én rajtam is, rátok is, a rajtatok is, ha igenis dolgozunk másokért. Amen. 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 Kedves barátai, valóban azt még hadd mondjam el, ha már így kapcsolódik ez a beszédemhez az, hogy évente mostani időkben érdekes módon már nem annyira, de az első években több száz életveszélyes fenyegetést is kaptam, amikor ugye írta nekem, sokszor volt ilyen, hogy te rohadt, fajvédő, cigány, és ugye jött, ami belefér,
téged betonba foglak önteni, írja egy nagyon kedves rasszista fiatalember, vagy középkorú ember, nem tudjuk, mert azért anonim volt. Csak akkor én az én válaszom az volt, hogy kedves XY, én azt gondolom, hogy ha ezt a művetet beszeretném teljesíteni, hogy betonba öntsél engem, akkor természetesen állok rendelkezésedre, helyszínt és időpontot kérek. Természetesen nem hívott, természetesen eltűnt az ember. Jó néhány volt ilyen beszélgetésem, telefonon is fölhívtak, és ugyanezt elmondtam, hogy rendben van, akkor nézzünk egymás szemébe, és találkozzunk. Hidd el, hogy meg foglak győzni, hogy nem jó a rasszizmus, nem jó a gyűlölet. Rákos daganatos megbetegedéseket okoz egyébként a fajgyűlölet, a rasszizmus, a gyűlölködés, az irigység. Így van, drága pásztor testvére? Igen. Amen. Tehát mindjárt, drága lányokkal, csak engedj meg egy kicsit, egy néhány percet még erről beszélnék. Tehát valóban, igenis az a sok kilakoltatás ügy, amit sikerült megakadályozni. Igenis, én azt gondolom, hogy ez egy fontos momentuma volt az Egyesületnek. Igenis, az a évente sok száz tonna élelmiszer, ruhadomány, bútoradomány, igenis, eljutott a szegényekhez, de sokan kérdezhetnék, hogy én hozzám miért nem jutott el, mondhatnák ezt. Mindenhol nem tudunk eljutni, de sajnos a mindenkori kormány se tud mindenhol eljutni. Mi saját önerőből, ugye, amit lehetett, megtettünk és meg is fogjuk. De én azt gondolom, hogy sokak tudtak örülni annak, van több tízezer fotóm, ahol nagyon boldog szülők, gyermekek arca, akik rohadt ágybetéten aludtak, például a kerepes említeném, ahol rohadt ágybetéteken aludtak, és ott patkányok is szaladgáltak, rendbe tettük a házat, két teherautó bútort kaptak, és azóta munkája is van az illetőnek, mert ott például a gyereket is elvitték, az egyik gyermeket, 9 gyermek közül, de sikerült azt is visszahelyeztetni a családba, hogy a gyámügyi hivatallal együtt, egy konzultáció után. Tehát rengeteg ilyen számtalan ügy van, és azt gondolom, erről ti is tudtok, de ebben sem mennék úgy bele, mert ez is hosszú lenne. De én azt gondolom, hogy a szívetek legyen ettől boldog, amit ti tesztek, attól meg én vagyok nagyon boldog, mert valóban sok mindent tesztek, és valóban, igenis ez egy büszkesége, nem csak az Ék Egyesületnek, kedves barátaim, hanem Magyarországnak is legyen büszkesége, mert mi nem csak a cigányságért dolgozunk, mi nem csak bizonyos népcsoportért dolgozunk, hanem a magyar nemzetért dolgozunk, és mi magyarok vagyunk, kedves testvérek, itt a romákra gondolok, mert én is cigány származású vagyok, és én ezt büszkén vállalom, és mindig vállaljátok büszkén, de elsősorban mi magyarok vagyunk, és egyszerre romák, és kettős kultúrában, ami azt gondolom szerintem pozitív, mert a roma kultúrán, ha megismernék a kedves rasszista urak, hölgyek, akkor szerintem jobban elfogadnák és jobban tisztelnék ezt a népcsoportot, ami valójában már megérett arra, hogy azért a tiszteletünket ne csak akkor kapjuk meg, amikor háborúba kellett meghalni az elődeinknek, a rokonainknak, a nagyapáinknak, amikor építeni kellett Magyarországot, nem csak akkor kell odaállni, akkor persze mi magyarok vagyunk, de természetesen, amikor valaki egy kiló húst ellop, vagy éhenne hajon a családja, vagy egy önfát elvisz, vagy ellop az erdőből, olyat is tudok, hogy összeszedte csak a száraz fát, és már azért is kapott másfél évet, persze azt föl tudta menteni az Ék Egyesület, sikerült, azt a képviseleti sikeres volt. Tehát végül is, még csak röviden, és ez egy kis beszámoló is lenne számotokra, mindannyiunk számára, és ez így meg lesz örökítve is természetesen videó felvétele. És ez egy fontos dolog, hogy vissza tudjuk nézni majd ezt, amiből mindenki, minden ékevezető vagy barát, aki szeretne kérni ebből a napi felvételből, ebből a ünnepi műsorból, az természetesen kapni fog DVD-t, mert igenis akarom, szeretnénk azt, hogy a jövőnek is üzenjünk azzal, hogy mi szeretetre születtünk, mi arra születtünk, hogy egymást segítsük, és természetesen ez is Istentől való. Igen, volt olyan események, tragikus események voltak, amik azt gondolom, hogy szintén kiemelt események voltak. Igen, amit a Hajnak, amit említettél, a gyöngyös pata, az egy olyan esemény volt, hogy az megdöbbentő volt, amikor mi leérkeztünk oda, valóban, mintha náci Németországba érezhetjük volna magunkat, ugye televízióban, amit annól láttunk, és amikor történt, a fekete ruhás emberek
igenis sarkon 3-4-5 fekete ruhás szélső jobboldali ott volt, a gyermekeket egyszerűen olyan rettegésbe tartották, hogy az elmondhatatlan, kísérték az iskolába trappolva, képzeljétek el barátaim, borzasztó, kísérték az iskolába gyerekeket végig, és ezzel is egy óriási nyomást, egy pszichológiai nyomást gyakoroltak, még az iskolába is bementek. Viszont azt gondolom, az fontos volt, hogy mi megtettük a lépést, ők végig vonultak sokan pártjával a cigány társadalom ellen, miközben ott néhány emberrel volt gond, de kiderült, hogy az is egy légből kapott bűnbakképző történet volt, amit ők kitaláltak, de mi is megtettük, kedves testvérek, kedves barátok, kedves ékések, azt, amit kellett. Megtettük azt a demonstrációt, valójában megtartottuk 2011 májusában, amivel szintén azt gondolom, hogy a magyarországi cigány társadalom életében egy megnyugvást, egy biztonságot tudtunk adni, a több ezer levélből ez derült ki, megköszönték.